Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. A mai vendég Mácsai János, zenetörténész, hangszerész, vagy nem tudom, hogy hívják azt, aki a hangszerekkel foglalkozik életmódszerűen, mert én először erről hallottam hírét, régen, évtizedekkel ezelőtt. Most pedig láttam egy felvételt, ami az Óbudai Társaskörben készült, ahol a két Mácsai fivér, az édesapjuk születésének 100. évfordulója alkalmából emlékezett részint az édesapára, Mácsai János festőművészre, részint a Kisszeli Múzeumban volt ugye az édesapának egy kiállítása, és az a nem túlságosan könnyen megszerezhető interjú alanynak megszerezhető Mácsai fivérek, mert mindketten nehezen megdolgozhatok, ebből az alkalomból hajlandó voltak beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nem az apukádról fogunk elsősorban beszélgetni. És nem János az apukája. Azt mondtam, hogy János? Igen. Nem baj. Bocsánatot kérek. Adatpontosítás, a Pál, a János az én vagyok, és az édesapám István volt. Ezt én tudom. De hallgattunk egymás neveivel. A nagymamám mindig végigmondta az egész listát, mire megtalálta a helyes utat. Lassan én is itt tartok. Annyira tudom, hogy Mácsai Istvánról beszéltem volna, ha nem beszéltem volna össze-vissza, hogy van egy kézzel írott levél a családom birtokában a festőművész Mácsai Istvántól. Ugyan nem nekem szól, de azt mutattam pont mielőtt leültünk beszélgetni itt a fiának. Ez az én személyes centenáriumom az édesapával kapcsolatban. Oké. Tehát, hogy mennyire volt megélhető dolog ebben a híres családban harmadiknak lenni? Könnyen ment, vagy kevésbé könnyen? Nekem nagyon könnyen ment. Hát nem tudom, mennyire volt ez híres család, amikor a Pali öcsém elkezdett föltűnni a színpadokon, meg főleg filmekben a színpad az nem tesz annyira ismerté valakit, de hát akkor még volt televízió. Televízió, persze. Igen. Úgyhogy akkor mindig azt mondták szegény apámnak, hogy hát a Mácsainak az apja, aki ezen röhögött persze, és én ennek mindig nagyon örültem, szóval se előnyét, se hátrányát nem láttam a dolognak tulajdonképpen soha. Azért mulatott ezen a papám, mert tudta, hogy egy festőnek az életműve vagy a jövője az sokkal-sokkal hosszabb, mint egy színészé. És ő is abszolút örült a testvérem sikereinek. Szóval valahogy ez a családban nem volt soha probléma. És nagyon tudunk örülni egymás sikereinek, és nagyon tudunk bosszankodni, hogyha valami nem úgy megy, ahogy kellene. És a manualitás egy sajátos öröksége ért el téged azzal, hogy hangszereket is restauráltál, nem tudom, hogy melyik a ténykedéseid közül a főcsapás? Ez változó, meg megoszlik a hangszerjavítás, hangszer időnként restaurálás, azért az nem mindig de van. De elmegy hangolni a zongorát, családhoz elmegy, hát, és fel a Verdieknél is. Így van, szóval zongorát azért hangol. Ez nem akármilyen család. Igen. Mielőtt a Damjanics utcából megrendeléseket gyűjteni, ezért jönnek innen-onnan szerencsére, és ez nem én vagyok egyedül, van egy kis műhelyem, és ott vannak kollégáim. Persze, hát ez hozzátartozik a dologhoz alapvetően, és én ezt szeretem csinálni, szóval ezzel semmi baj nincsen, és van ezen a szakmán emelnivaló, még bőven Magyarországon, szóval van, ahol ezt sokkal magasabb szinten művelték, és művelik most már azért jobb a helyzet, mint az én kezdőkoromban volt, nem tudom, 40 évvel ezelőtt. De hát ez nagyon érdekel, nagyon szeretem, hogy honnan örököltem a manualitást, azt nem tudom. Szerintem az gyakorlás kérdése, mindenki meg tudja szerezni, ha foglalkozik vele. Nem mindenki. Szerintem nem mindenki, de ez mindegy. Valószínűleg igen, mint hogy mindenki tud énekelni, hogyha elkezd, legfeljebb kinek szebb a hangja, kinek nem, de azért az alapvető érdeklődés az megszerezhető. De arra nem gondolt soha, hogy közönség előtt. Hát rádió műsorokat csinált, én hallgattam, persze. De az nem ugyanaz, mint amit a Palit csinál. Hát az más dolog. Nekem is voltak, sőt szerencsére vannak rendszeresen műsoraim. A rádióban most persze jóval kevesebb. Egy időben én is csináltam ezeket a muzsikáló reggeleket, délutánokat, ami minden nap több óra élőadás volt. Én nem tudom, egyszer összeszámoltam, hogy kb. 2000 élőadáson voltam túl a magyar közmédiában. Bősze Ádámmal is volt közös. Bősze Ádámmal közös nem volt, de ugyanazt csináltuk, tehát, hogy én egy kicsit előbb, meg kicsit később, fiatalabb, tehát, hogy így.
Úgyhogy ez is éppen úgy része volt az életemnek, mint a hangszerrestaurálás vagy a zenetörténészkedés. Az inkább kevésbé, szóval az egy kutatói munka, az valahogy kevésbé feküdt, vagy azt én kevesebbet csináltam. De az jó, bocsánat, az jó lehet, hogy a zenetörténészkedés után elmegy is egy gyakorlati dolgot, tehát nem csak otthon ül egy számítógép vagy egy könyvtárban. Ez nagyon, nagyon sokat segített az életben, hogy tulajdonképpen egyrészt független lehettem, ez egy óriási dolog. Másrészt lehetett az egyikből a másikba menekülni vagy vándorolni. Vannak ennek hátránya is, mert tulajdonképpen jobb lenne, ha az ember egy valamiben úgy teljesen kibontakozna, vagy kiteljesedne. Állítólag én ikertípus vagyok, tehát hogy azért kell mindig kétféle dologgal foglalkozni. Csinálni, igen. De, hogy jött az egész? Tehát hogy te mitől kezdtél el zenével foglalkozni? Nem volt zenész a családban soha. Én azért láttam egyébként Mácsai Pál kezében gitárt. Persze, ő nagyon ügyes, autodidakta muzsikus, és nagyon jól gitározik, ezt érdekelte, megtanulta. És te is ugyanúgy? Valahogy úgy föltűnt olyan 10 éves korom körül, kicsit későn ahhoz, hogy én profi zenész lehessek, hogy ez engem érdekel, és akkor ugye mit mond egy 10 éves gyerek, hogy akarsz tanulni? Nem, tanulni nem akarok. Tehát rögtön ez a válasz, és a szüleim megengedő módon viszonyultak ehhez. És volt egy csodálatos zongoratanárnő, Hambolkó Edit, aki már sajnos nincsen, egy osztálytársam, iskolai barátomnak a mamája, akikhez én mindig jártam föl, és kértem, hogy zongorázzon, meg mutasson ezt, meg azt, és olyan 12 éves lehettem, amikor egyszer a zongorára csapott, és azt mondta, na, ebből elég volt, tessék jönni tanulni. És akkor elkezdett ő tanítani mindenféle iskolai kereten kívül, és ez ment egészen a gimnáziumig, tehát 2 évig körülbelül, és aztán leadott egy másik tanárnak, és ebből végül zeneakadémia lett, tehát hogy nem zongorista szakon természetesen, hanem a zenetudományi szakon, úgyhogy így jött ez a dolog. Lehetett volna ez zongorista szak akkor, hogyha te ezt idejébe kezded 4 évesen? Hát, talán igen, de hát... Doktoria is. Doktorim nincsen, azt nem írtam meg a dolgozatot, mint ahogy sok kortársam sem, mert azért az egy nagyon nagy falatszal, ahhoz 2 évre el kéne vonulni, és semmi más nem csinálni. Ezt pont a zongora műhely miatt nem engedhettem meg magamnak, mert az egy felelősség is a többi kollégával együtt dolgozni, meg hát vannak nagy intézmények, amiket ellátunk, MIPA, mit tudom én, mindenfélék, szóval kisebbek is. Tehát, hogy ott napi jelenlétre van szükség, és hát ez kimaradt, hát Istenem. És mire volt az ambíciót, hogy te zenetörténész leszel, vagy hogy a legjobb zongora műhelyed lesz, vagy hogy a legjobb... Igen, ez felmerült, hogy akkor most a... Igen, szóval van ez a legjobb... Mi ez az ikerségből? Melyik volt, ami dominált? Egyik sem, én mindkettőt ugyanolyan komolyan csinálni igyekszem csinálni. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a fontosabb. De hogy találtad ki, hogy egyébként pedig magával a hangszerrel is akarsz foglalkozni? Ez is érdekel. Ez tulajdonképpen véletlenül jött, hát annak idején ugye, 1977-ben, 78-ban az a rém fenyegette a fiatal fiúkat, hogy elviszik őket katonára. És a Zeneakadémián nem indult minden évben zenetudományi szak, és hát addig is kell valamit csinálni. Azon kívül pedig ez egy nagyon komoly felkészülést igénylő szak volt. Szóval én erre 4 évig készültem, mert ugye nem végeztem konzit, meg nem voltak ilyen. Meg kellett tanulni az összhangzattant, a szolfést, meg kellett tanulni bizonyos fokig zongorázni. Ott kellett írni egy kb. 50-60 oldalas dolgozatot felvételi dolgozatként. Tehát a belépő volt az, ami más szakokon a diploma körülbelül. És ez a halhatatlan Kró Györgynek köszönhető, aki ezt nagyon komolyan vette. És tényleg én azt hiszem, hogy akiket akkor fölvettek és bekerültek, azok nagyon komoly szakemberekké váltak. Még akkor is, ha nem mindenki gyakorló zenetörténész, meg nem mindenki maradt ebben a szakmában, de azért ez egy kemény stúdium volt. És miért nem egy akadémiai karrier volt, ami a szemed előtt lebegett? Tehát, hogy miért nem arra fókuszáltál? Talán mert nem volt elég drive bennem ebben az ügyben, hogy úgy mondjam. Szóval nem nagyon érdekeltek engem a fokozatok, meg a nem tudom micsoda. Meg nyilván alkati kérdés, hogy amikor ugye beindulhatott volna ez az akadémiai karrier, akkor elindult a tévézés, rádiózás, oda valahogy nagyon hívtak, és akkor azt sokat csináltam. Meg közben
Azért az hozzátartozik Magyarországon, hogy az akadémiai karrier az abból is áll, hogy az ember lemond az életszínvonal egy jelentős részéről, és akkor már volt két gyerekem, el kellett őket tartani, stb. Stb. Hát. Nyilván, ha sokkal mélyebben érdekel valamilyen zenetörténeti téma, amiben az ember beleássa magát, akkor más az út, de hát valahogy... De Kró György is együtt csinálta egyébként. Ő is mindent együtt csinált, igen, igen. Tehát, otthon úgy nőttettek fel, hogy láttátok a papátokat festeni, láttátok igen. a képeit. Ez hogy hatott rátok a saját tevékenységetekben? Hát ő nem egy iker volt, mert ő aztán minden mást kizárt az életéből. Persze szakmán belül, tehát például fotózott, filmezett, most ezen a kiállításon lehetett ilyesféle munkáit is látni, amit eddig soha. Tehát ő nagyon ott ült a festőállvány előtt és dolgozott, tehát ő más. És hatottak rátok, vagy rád, hát azt a pali... Abszolút, persze, persze. És nem csak a képek, vagy nem csak a... konkrét munkák, hanem az atmoszféra. Tehát, hogy hozzá be lehetett menni este 8-kor, vagy 9-kor, vagy 10-kor, amikor én mondjuk már felnőtt, vagy fiatalkorom hazamentem egy koncert után, és 10-kor még ott ült a lámpával a festővászon előtt, és éjfélig simán mindenről lehetett vele beszélni. Filozófiáról, természettudományokról, őt például az nagyon érdekelte, fizikáról, csillagászatról, mindenről, politikáról. És ez hatott. Hozzászóltál például a képekhez, hogy ezt persze, tetszik? Persze, hát mind a ketten belepofáztunk, és akkor mindig mondta, hogy persze, teljesen igazatok van. Tényleg nagyon jó meglátás. Majd soha semmi nem változtatott. Na, ezt akartam kérdezni. Persze. Hát ez természetes dolog. De ugyanez viszont is megvolt, mert amikor... Könnyű dolgotok volt, édesapátok a hiperrealista festészetet űzött, úgyhogy... Látszólag. Értelmezni... Igen, látszólag. Igen. Voltak éppen szürreális. Hát azt volt, majd mindjárt erre válaszolok. Csak azt akarom elmesélni, hogy ő is nagy színház rajongó volt, látogató volt, olvasott, stb. És természetesen mindent megnézett, amit az öcsém csinált. Elment a színházba, hosszú részletes elemzéseket tartott a Palinak arról, hogy mit kéne másképp, a Pali mindig bologatott, majd soha semmiben nem. Na, hát apja fia. Tehát ez teljesen rendben van, hát szuverén módon kell. Ezért választottál valamit, amiben nincs beledumálás tulajdonképpen. Igen, ebben nem tudott beleszólni szerencsére. Hogy milyen az izmus, amit ő művelt, azt nem tudom, mert ő ezeket mindig hárította, hogy nincs ilyen, hogy ő ilyen izmus, olyan izmus. Mindig azt mondta, hogy Pannónia utcai realizmus, és mérhetetlenül nem érdekelték ezek az elméleti dolgok. Úgyhogy... Hát néha tényleg szürreális volt, de nagy realista. Hát amikor a gangon, a bérház gangján sétál egy oroszlánnal, igen, egy nő, vagy az az igazság, hát és az... most ez a kiállítás hát ezt hozta föl tanul... Nem. Nem? Ezt írja a naplójában, egyébként fantasztikusan írt, több mint 4000 oldal szöveg maradt fönn, és ebből az oroszlán képről is most olvastam, hogy ez nem szürrealizmus, hogy tehát annyira festői volt a kiindulás mindig, a látvány, a kompozíció, a színarányok, nem tudom, ilyesmik, hogy egyáltalán nem érdekelte ez az elméleti rendszer, sőt, kifejezetten ellenséges volt ezekkel szemben. Lehet, hogy innen jön az, hogy vele szemben meg az elméleti emberek voltak ellenségesek. Valahogy ez úgy van, én ezt a zenéből tudom, hogy az ember egy bizonyos kiképzés után, összhangzottan szolfés, stb. Meg ha életében megpróbálkozik rendesen eljátszani egy Mozart szonátatételt, meg pláne nehezebb dolgokat, mondjuk egy Chopin etüdöt elkezd megtanulni, akkor mindjárt kisebb lesz az arca. Tehát... tulajdonképpen innen is van bennem valami távolságtartás az elméleti emberekkel szemben. Minél öregebb vagyok, annál inkább. Mert tessék ezt megcsinálni, és majd utána lehet szövegelni. Na most ez a képzőművészeti befogadásban, a kánonban, hogy mennyire a kritikában, ez nincs benne, mert a képzőművészek nem tanulnak képzőművészek, ők esztéták, bölcsészek. És hát... És szóval számít az, hogy nem tudják megcsinálni a képet? Számít, csak persze, beszélni persze, tudnak persze, róla. Persze, minden ellenkező híreszteléssel szemben ez az alapvető dolog. Nem kell megcsinálni, de tudni kell a nehézségeket, vagy a problémákat. Ugye van ez a marhaság, hogy ahhoz nem kell főzni tudni, hogy valaki megítélje, hogy milyen a paprikás krumpli.
Nem kell főzni tudni, de ha nyilvánosan megítéli, és ezzel foglalkozik hivatásszerűen, és ezért gázsit kap, akkor nem árt, ha tudja, miről beszél. Engem az nagyon érdekel, hogy egyszer csak leültettek a Palival, és azt mondtátok, hogy na, akkor most csinálunk egy közönség előtti produkciót a papáról. Nem, ez nem így volt. Ez úgy volt, hogy ugye tudtuk, hogy mikor lesz a 100 éves évforduló, és azt gondoltuk, hogy ebben az anyagban még nagyon sok tartalék van. És hát ezzel nekem volt szerencsém foglalkozni, már csak a történészi érdeklődés, meg fotók, meg nem tudom, szóval én ezt egy nagyszerű Varga János nevű kollégával szkennelgettem, olyan 30 ezer fotót. Varga jó nevű. Nem olyan jó, egy másik Varga János. Bocsánat, a privatizálása, az a filmarívú vezetője. Nem, hát ő egy csodálatos ember, akinek elévülhetetlen érdemei vannak. Például ebben is, mert a filmeket ő segített digitalizálni még 15 évvel ezelőtt. És szóval, hogy engem érdekelt ez az egész anyag túl a papán. És egyszerűen csodákba bukkantam, a leírások, a fotók, a kortörténet, minden. Szóval én mindent tudok most már a múltról, meg a családról, mert ő ezzel a fajta látás szenvedéllyel, ami neki volt, ami nem csak hát ugye kvázi realista képekben nyilvánult meg, hanem a fotókban, a filmekben, tehát egyszerűen vizuálisan akarta megragadni a világot, rögzíteni, és mint egy control copy elmenteni valahogy az utókor számára, és ugyanez a sok-sok-sok szöveg, amit ő megírt, nem is értem, mikor volt erre ideje, és ez nagyon érdekes szellemes volt. Szellemes szöveg, mert az a levél, amit én itt szóba hoztam, az is kifejezetten igen, szellemes. Egy jó humorú ember volt, és szellemes volt, és egy keserédes humora volt tulajdonképpen. Na és hát ezt akartuk valahogy bemutatni. És ez hosszú éveken át folyt ez az előkészítő munka, és végül a Kiscelli Múzeum és Bénagy Anikó, a kurátor vállalta azt, hogy na jó, akkor most mutassuk meg. És az a fantasztikus öröm, hogy minden látogatói rekordot megdöntött a kiállítás ott a Kiscelli Múzeumban. Hát valamiért ez tetszik az embereknek. Igen, a világ és úgy a fordult, hogy ez most már fontos, igen, ez a látás. A Bodai társas körben lesz megint. A társas körben ott csak megkértek minket, hogy hát ha már ez így van, akkor ott tartsunk erről a kiállításról valami kis ilyen bemutatót. Most az lett a vége, hogy nem lehetett jegyet kapni. Gyakorlatilag egy óra alatt el kell tudnám. Láttam a felvételen, hogy abszolút zsúfoltság. Most lesz egy újabb est. Hát ez már a harmadik, mert valahogy ez... A közös produkció, a Mácsai család közös produkciójára hát, merülök az emberek. Ülök a Palival, és anekdotákat, meg történeteket mesélünk, meg van egy-két kép, amit vetítünk. Hát nagyon megtisztelő, hogy ilyen nagy az érdeklődés, nem számítottunk erre. De hát... Ez a Pali mennyire neve. Volt divatos az édesapád, amikor ti gyerekek voltatok? Jól éltetek belőle? Tehát el tudtad képeit? Hát egyáltalán nem volt ez egy igazán jómódú család, de meg tudtunk belőle élni, meg mindenre, amire szükség volt. Megteremtette a papa a lehetőségeket, tehát hogy a tanulmányoktól kezdve a időnkénti utazásokig, stb. Meg tudott belőle élni, és el tudta belőle tartani a családját, szóval ez a szint volt, egy ilyen normál, mondjam, akkori szint. Magyar értelmiségi szint, minden különösebb vagyon és gazdagság nélkül, de hát ennek nagy ára volt, mert rengeteg eladásra szánt képet is kellett festeni. Volt ennek egy intézményes háttere, a Képcsarnok vállalat, az egy szerződést kötött a festőkkel, és heti 2 képet kellett beadni. Hát ez egy irtózatos mennyiség, ugye egy évben 100 festmény. És akkor maradt még idő 5-6-10, úgymond saját munkára. Panaszkodott is emiatt, hogy ez egy robot. Hát aztán ez... Meg is rendelték, hogy mit akarnak kapni? Nem, ez egy mecenatúra volt tulajdonképpen, tehát hitelbe be kellett adni a képet, kifizették, aztán vagy eladták, vagy nem. Hát tele volt a város, tele volt csarnok. A raktár, igen. Hát szerencsére az ő képein ugye azt hiszi a néző, hogy látja, hogy mi van, és ezért azt megvették. Különben. Azt mondtad kint, hogy hamisítják is a képeket. És amikor, minden képet hamisítanak, nem csak amikor felbukkan egy ilyen, akkor mit csináltok? Hát én már látom csukott szemmel is, hogy ez eredeti vagy nem, és szerencsére van egy nagy dokumentáció, mert minden képről van fotó, amit ő lekattintott, hogyha kész lett. Így aztán könnyen lehet ellenőrizni, hogy eredeti. Igen, de nálad otthon van Mácsai? Kevés, nagyon kevés. Hát a családban kevés maradt lévén, ő profi, ugye, és eladta a képeit, meg galériák, meg külföld, meg
képtárak. Hát gyűjtők vannak, Mácsai gyűjtők. Ügynökök hordták szerte szét akkoriban az országban, tehát hogy nem sok maradt. Egy-kettő van. Mielőtt befejezzük, nekem annyira izgat, hogy mi volt a legnagyobb fogásod hangszerügyben. Tehát amikor valami fantasztikus dologgal találkoztál, amit újjá kellett éleszteni. Mindig van valami kihívás, az a szép ebben, hogy most már nem tudom, 80-as évek legelejé óta csináljuk, és még mindig tud nekem újat mondani ez. Hát mi foglalkoztunk a Beethoven Broadwood zongorájával, Liszt hangszereivel, szóval ezek a kihívások, de most például legutóbb volt egy tavaly a Covid idején egy Streicher zongora, ami felülről üt a kalapács, tehát ez teljesen különleges hangszer, egyetlen ilyen van az országban, a világon is összesen talán 7-8 darab, nem sokat csinált annak idején, 1829-es, és ott van a Martonvásári Beethoven Múzeumban. És Beethoven szegény már nem játszhatott rajta, mert meghalt korábban, mint ahogy ez a zongora épült, de Liszt játszott rajta bizonyítottan, méghozzá a nagyon nehéz Hammerklavír szonátát játszott, és ezt hoztuk rendbe most az elmúlt hát ez egy egyéves munka, szóval az elmúlt. Ilyenkor aztán mi a sorsa ennek a hangszernek? Hát az, hogy ott áll Martonvásáron, vagy Istennek, beteszik az akadémiára, és valaki játszik rajta? Nem, hát ez ott van a múzeumban, a Martonvásári Beethoven Múzeumban, és ott időnként nem túl gyakran, mert azért ezt nem lehet agyonnyúzni, ezt a hangszert, de időnként van rajta egy-egy koncert, és remélem lesz is még, mert egy-kettő már volt. Úgyhogy ez a sorsa, de van a Zenetudományi Intézetben, ott van egy nagyon szép hangszergyűjtemény, ott is van 3-4 olyan zongora, amit az azt elmúlt 20 év alatt. Neked ki a kedvenc zongora előállítód a nagy márkák közül? Hát, van olyan, amelyiket különösen sokra tartasz? Vagy... A régiek vagy az újak, mert hát ugye ez... Van egyébként az újak közül, és nem az a márka, amelyiket mindenki favorizál. Én tudom, miről beszélsz, igen. Nem arról beszélek. Nem, ezek külföldi nagy márkák, és hát miért nem mondjam ki, ez nem a reklámhely, mert úgyse vesz senki. Nem, szerintem itt nem vesznek ilyen. Én például a Bechstein, újabb Bechstein zongorákat nagyon szeretem, tehát adnék érte két Steinway-t, mert hogy annyival gazdagabb a hangzása. A mechanika az nagyjából egyforma minden zongorában ma már, mert szinte szabvány. De a hangzás az egy nagyon érdekes és nagyon szubjektív dolog. Nekem ez borzasztóan tetszik, és nagyon szeretem. Hát mondjuk, ha kellett valamit mondani, akkor ezt tudnám. És a földről is keresnek? Hogy régebben sok munka volt külföld felé, mostanában valahogy nem annyira, de hát ez nyilván az én időhiányom is, szóval nem tartottam ezeket a kapcsolatokat annyira melegen. Otthon van zongorád saját? Van, persze. És Steinway? Az egy Bechstein, teljesen véletlenül. Ja, hát amit nem szeretsz, ezért, azt tartod igen. Ezek szerint? Nem ezért, hanem az véletlenül. Ezek árban egyébként egyformán? Hát a nagy koncertzongorák igen, mert ezek ugye nagyítóval figyelik egymás árait, és 3 euró eltérés van az egyik, 150 ezer, a másik 2-vel több, szóval... Tehát ezek nagyon drága dolgok. Nem, nekem egy öreg 100 évnél is jóval öregebb Bechsteinem van, tök véletlenül egyébként. És hát a Schuster cipője... Mert nem tudtál ellenállni neki? Nem. Amikor kerestem zongorát, még tanulókoromban, akkor ez úgy adódott. És hát rendbe kéne bizony hozni. Szóval. Jaj, csak nem volt rá időd. Nem volt rá időm, és mondom, a Schuster cipője. De azért szeretem. És melyik a kedvenc zenei korszakod? Nincs ilyen, hála Istennek. Ugye én tanítottam a Zeneakadémián a középkort, meg ókort, már amennyit arról lehet tudni, a középkorról már többet, és nem sokat foglalkoztam korábban ezzel, de nagyon megszerettem, felviláglott ez az egész korszak. És újabban a kortárs zene, érdekes módon, ezt sem mindenki szokta miért szeretni. Miért érdekes, hogy megöregszik az ember, úgy egyre nyitottabb igen. Lesz a... Én nem tudom, velem ez azt nem tudom, miért történik. Nem elvont a kortárzene, hát, egyáltalán nem elvont. Én most voltam egy Ligeti 100 című koncerten, hát ő aztán azt végképp nem. Nem volt elvont? Nem, az nagyon jó. Is érzéki húsvér dolog. Nemrégiben ültem Kurtág György mellett, és néztünk a tévében, teljesen véletlenül a BMC-ben egy élő közvetítést, ahol az ő művét vezényelte a Simon Rattle, a berlini filharmonikusok élén. Na most ennél följebb már nincs. És akkor nézte Kurtág, és ez egy kb. 10 perces darab volt, és így hümmögött, hát ez egy szót se ért belőle, ez se egyetlen hangot se ért belőle, mondta.
És akkor a végén, amikor véget ért ez a rövid közvetítés, akkor azt mondta, hogy mindenki félreérti, hát az én zenémet ugyanúgy kell játszani, mint a Beethoven, tehát ez egy normális zene. És azt hiszem, hogy ez így van, és így kell hallgatni a kortárs zenét. Érzéki műfajként semmi agyalmánynak nincs helye. És ettől lehet elkezdeni élvezni. Hát a Ligeti erre különösen alkalmas. Nem mindenki alkalmas egyébként arra, tehát hogy egy átlag járókelő, aki egyébként nem teljesen érzéketlen a zene iránt, és eljárogat koncertre önként és pénzért, az nem biztos, hogy minden korszakot, illetve ugye a legújabb kori, ahogy a kortárs zenének, az élvezetének át tudja magát adni, ez nem automatizmus, hidd el. Nem automatizmus, de azért van, mert egyrészt rosszul vannak tanítva, vagy nincsenek. Igen, egyáltalán. Nincsenek persze, inkább az utóbbi. Nincsenek tanítva. Másrészt pedig azért a kortárs zenében nem minden Ligeti, tehát hogy én többször kipróbáltam középiskolás tanítványokkal, Ligetitől kezdtem a zenetörténetet visszafele. Elképesztően működik, sokkal jobban érdekli a fiatalokat, mint mondjuk Schubert. Nem vicc. Rosszul van az egész tanítva természetesen, mint annyi minden. Hát, ha egyáltalán tanítják. Hát, ha tanítják. Nem tudom, szerintem Bartókig tanítják maximum, tehát, hogy őt is rosszul tanítják. Mindenkit. Tehát az általános zenetörténet oktatás ma az iskolákban katasztrófa. Tisztelet annak a mondjuk 4 tanárnak, aki van az országban, és ezt jól tudja csinálni. De hát azokat meg kiutálják. Miközben soha nem volt ennyire eszközkész a zeneoktatás, persze, mert hogy persze. A telefonjaikon a diákok bármit hát elő tudnak maguknak idézni. Így van. Úgyhogy ez tényleg tanár kérdése, abszolút. Vagy ilyen fülnyitogató hajlam kérdése. Azt akartam volna még gyorsan megbeszélni, hogy nem megbeszélni, megkérdezni az előbb, hogy az ókorban is volt valami lenyomata a zenének, mert hát, hogy én erről nem hallottam. Abszolút, főleg hangszerek vannak, meg, vagy hangszer maradványok, inkább azt mondanám. Ilyen pengetős izék? Leírások, hát mindenféle volt, fúvós, pengetős, még billentyűs is, ha úgy veszük, persze nem az a klaviatúra, mint ma. Hát gondoljunk az akvinkumi vízi orgonára, hát az ott van, az megnézhető. Nem jutott eszembe az akvinkumi vízi orgona. De az ókori zenéből már 3-4 ezer évvel ezelőttről vannak konkrét csodálatos hangszerekben, hogy hárfák, úrból, sumér hárfák maradtak fönn, stb. Stb. Sokat lehet róla tudni, és amit nem szoktak tudni, hogy a görög zenében ott egy abszolút konkrét, ma is megfejthető, átírható hangjegyírás létezett. Más ókori ilyesmiről nem tudunk, de a görög zenében volt ilyen. Az a probléma, hogy kevés töredék maradt, 60-70 de töredék. De képen maradt valami, ami... Hát képen rengeteg ábrázolás van, az utolsó milliméterig ismerjük a és a görög hangszerkészletet. És azt a pici töredéket lehet játszani? Azt le lehet játszani, és ma már vannak a... És egy dallam kijön valami? Abszolút kijön, persze, dallam persze, belőle? Persze, meg lehet hallgatni, hogy mondjuk csak kell az autenticitást figyelni, hogy melyik a feldolgozás, meg még az autentikus, ezt nem olyan könnyű megtalálni, de van. És abszolút tudjuk, hogy az hogy hangzott. Hát ez kivétel, például a jeruzsálemi templom zenéjéről nem sokat tudunk, de megvannak a hangszerek, megvannak a leírások, le kell vonni belőle a túlzásokat, igen? Hogy 10 000 kürtös, meg trombitás, mondjuk jó, ha volt 8, de abszolút sokat lehet erről tudni, persze, és minél közelebb kerülünk a mai korhoz, annál inkább. Szóval azért van értelme a kutatásnak ilyen szempontból. Azért mondjuk meg a nézőknek, ha már ennyire fölcsigáztuk az érdeklődésüket, hogy mikor hallhatnak Palival téged az Óbudai társaskörben. Azt nem tudom, mert azt hiszem erre is már megint minden jegyelkelt. Erre a akkor ne csinálj. Ne menjenek. Ne menjenek, tényleg nekem sincs. A kulturális termék megjelenítésnek semmi értelme nincs. De talán fölveszik, és akkor felkerül nyilván valami. Fölveszik? Hát nyilván, és akkor fölkerül valami megosztó. Egyszer már fölkerült, mert hiszen tegnap azt néztem. Hát nem tudom, és akkor majd bosszankodom, hogy az egészet hülyeségeket beszéltünk. Nem az egészet láttam, szerintem én egy ilyen 20 perces egységet láttam. Igen. Nem tudom, sajnos nincs ebből több, és már erre is minden jegyel kell, de hát meg lehet. De az jó érzés lehet, hogy ekkora az érdeklődés irántatok. Jó érzés, abszolút jó érzés. Különös tekintet. Hát nem irántunk, hanem a papa iránt. Hát jó, persze. De hát nyilván
alapjáraton a papa iránt, de az, hogy ti beszéltek róla, az hát mi csak a hírvívő csatorna vagyunk, a vívő frekvencia, őt kell nézni. Egy dolgot még ugyan minden idő lejárt, de mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy mi tanítottunk egy helyen a Színművészeti Egyetemen. Ó, igen. És hogy az a tanítás az neked élvezetet okozott? Abszolút. Abszolút. Az nagyon-nagyon jó élmény volt. Én zenetörténetet tanítottam ott Petrovics Emil után. És az ottani Petrovics hallgatók, akik hozzájártak, azok fantasztikus zenekedvelőkké váltak. És imádták az Emilt, azt én tudom, visszajárt Fehér Gyuri, az igen, igen, tehát halláláig visszajárt. Csodálatos zenetörténet órákat tartott, tehát amikor meghalt, akkor én ezt előrököltem, ezt a lehetőséget egy pár évig, mert éppen az ottani tanár elment szülni. És hát ott van a lemezkészlete, stb., amiket ő tanított, és ez csodálatos válogatás, és én ezt nagyon élveztem addig a pár évig, amíg ezt ott csináltam, és a hallgatók is 15-20 év után mondták, hogy hát azért koncerten találkozom, például volt hallgató, hogy azért jövök, mert akkor annyira nagy érdeklődést keltett ez a dolog. Szóval szerintem kulcskérdés a tanítás. Kulcskérdés, és én igyekeztem azért a Képzőművészeti Egyetemen is, évekig voltak kurzusok, színművészetén is, tehát azért a művészek vagy művészpalánták érdeklődnek azért valamennyire. Csak itt is meg kell próbálni elég lelkesen, intenzíven és nagyon megválogatva, hogy mit tanít az ember. Soha nem szabad hallgatni semmilyen tantervre, ez a lényege. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. És mi lesz jövő héten? Hát a jövő héten már felvettük a Kornis Pétert. Jaj, akkor jövő héten nézzék fotoművész. Meg Kornis Pétert. Fotoművészt. És köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Viszontlátásra.